Williams Televízió. Magyarság kiállítás nyílt a Halmitelepi Általános Iskolában. A rendhagyó tárlat közel 2 hónapig tekinthető meg az intézményben. Itt vagyunk a Halmitelepi Általános Iskolában, ahol már március 14-én megtartották az iskolai március 15-i ünnepséget, és egy rendhagyó kiállítás megnyitóval indult ez az ünnepség. Mi ez a kiállítás? Hát a magyarság történeti kiállítás, amelyet dr. professzor Pálffy György 10 éves munkával állított össze, és az a 86 panón mutatja be a magyar géniusz, a magyar tudósok által létrehozott és megvalósított találmányok, valamint tudományos dolgozatok sorrendjében. Azt mutatja be, hogy melyek azok a találmányok, felfedezések, amelyeket vagy magyarok neve jegyez, vagy pedig magyarok is közreműködtek benne? Természetesen. Hát kezdjük avval, hogy 16 Nobel-díjasunk van. Kevés nemzet büszkélkedhet ennyi lélekszámú, mint Magyarország, akinek hát 15 millió magyar él a világon, és van 16 Nobel-díjassal. Ezek mind magyar származású emberek, nem mind Magyarországon éltek már akkor, amikor Nobel-díjat kaptak, de hát ez természetes is, hiszen a tudomány az nincsen helyhez kötve, de származásilag mind a 16-an magyarok voltak. Ezt a kiállítást már 3. helyen mutatják be itt Vecsésen. Ugye a Bányi Tágnes Kulturális Központtal kezdtünk, utána az András Gyula Általános Iskola, és majd itt a Halmitelepi Általános Iskolában láthatják a diákok. Kinek a tulajdona ez a kiállítás, illetve mi lesz majd itt a Halmitelepi bemutató után a sorsa? Ez a Magyarok Világszövetsége karolta fel dr. Pálffy György professzor úrnak a munkásságát, és a 9. világkongresszuson határoztuk el, hogy megismerkedjük az egész világon a magyarság, mindenütt ott, ahol magyarok élnek, a Kárpát-medencében, sőt, ma már Ausztráliába, Kanadába, Egyesült Államokba is voltak kiállítások, és folytatjuk ezt a munkát mindenütt, ahol magyarok élnek, hogy legyenek büszkék arra, hogy magyarok legyenek, ne legyenek kisebbségi érzései, hiszen semmivel nem vagyunk alacsonyabb rendű nép, mint bármelyik más nép a világon.